Az az élmény, hogy most föl van rakva, és itt a falon látom a munkáimat, hát az valami fantasztikus, hogy magamat dicsérem. Na de, milyennél még a nagyobb és fantasztikusabb az, hogy ez a győrömség mennyi embert idehozott. Hát nagyon szépen köszönöm. Meghatódva kereste a szavakat Kis Péter képző és grafikus művész péntek délután a Triangulum galériában. Ekkor nyílt meg 101 képből álló kiállítása, melyre nagyon sokan voltak kíváncsiak. A megnyitón a Győri Egyházmegye nevében a Brenner János Hídtudományi Főiskola rektora szólalt fel elsőként. Kis Péter valami különleges dologgal ajándékoz meg bennünket, és egyúttal tanít is minket arra, hogy amikor járunk elünk a városunknak az utcáin, akkor egy kicsit más szemszögből, más megvilágításban nézzük a dolgokat. Mert mi általában rohanunk céltudatosan egy ügy elintézéséhez, vagy pedig szomorúan, lehorgasztott fejjel magunk elé tekintünk, de a gyors sebesség miatt a részletek elsikkadnak. Természetesnek vesszük, hogy körülvesz bennünket, de nem állunk meg egy pillanatra, hogy szemrevételezzük, gyönyörködjünk benne, és gazdagodjunk általa. Grafikus művész úr ehhez segít bennünket, és tanít ebben a kiállításban, hogy tudjunk megállni egy-egy részlet alatt, és tudjuk magunkba szívni azt a csodát, ami szép környezetünket az Isten felé is irányítja. A grafikákon híres emberek portréi, valamint Győr emblematikus terei és utcái tárulnak elénk, melyek nem csak a jelennek, de az utókornak is nagyszerű lenyomatokként szolgálnak majd. A bölcsesség ne továbbja, ha az embernek olyan nagy álma van, hogy nem vész el, miközben kergeti. 101 aprólékos, részlethű művészi ceruzarajz elkészítése, és engedjék meg, hogy profál legyek ebben az emelkedett pillanatban és helyen, nem holmi bagatell. Elkészültükhöz Kis Péter grafikus művész 3 esztendőn át kergette a saját álmát, és mint ahogyan a kiállítás képei is a belőlük készült könyv is mutatják, egy percre sem tévesztette őket szem elől. Mert megrajzolni egy város arcát, mert itt az történt, nem elég a szakmai tudás, sok alázatos fegyelmet, figyelmet, türelmet igénylő, izzadságosan nehéz feladat. Ráadásul a jövőnek rögzíteni múltat jelent, csak felelősséggel lehet, és ennek bizony súlya van, amit viselni, elviselni is tudni kell. A művész kedvence a Széchenyi tér 10 alatti sarokházról készült grafika. Itt született ugyanis a felesége, akinek szülei 72 éven át dolgoztak itt fényképészként. Kis Péter célja, hogy a mestersége legjavát adja, valamint esztétikai élményben részesítse a nézőket. A napi rutin mellett 3 év alatt készült el. A koncepció az az volt, hogy a Győr emblematikus utcái, terei és a névadó közéleti személyiségek, politikusok, írók, tehát kulturális személyiségek, és ahhoz a szöveg. Tehát, hogy miért ő, miért az az épület, illetve mit tud az az épület. A tárlat március 20-áig a járványügyi szabályok betartásával látogatható.